És ezúttal Beregi Istvánt köszöntjük nagy szeretettel, harmadik alkalommal itt nálunk, egy harmadik helyszínen, hoztál magaddal egy kis játékot is, az MLS videóelemzőjeként ezt szerettük is volna, hogyha elhozod magaddal, és két mérkőzést fogunk itt kielemezni. És majd jongozunk utána. Tehát, fogunk, bocsánat, az a királyi többes, az egy kicsit erős volt, szóval fogsz nekünk elmondani sok minden érdekeset az Inter Sevilla, illetve ugye a Bayern München Paris Saint-Germain döntőkről. Hogyha össze kell hasonlítani a két meccset, melyik volt az, amelyik neked közelebb állt a szívedhez? Először is sziasztok! Igen, gondoltam, hogy azoknak a nézőknek, akik egyébként néznek minket, nem csak hallgatnak, adok egy ilyen kis pluszt, hogy mégiscsak vizuálisabban, könnyebben érthető legyen, hogy miről is van szó, mert azért erős szokásom néha túl bonyolítani, és néha nem érthetően fogalmazni, így azért szerintem egyszerűbb lesz. Nyilván játékminőség szempontjából szerintem azért a BL döntő nyilván jobb minőséget hozott, viszont taktikailag nekem az Európa Liga döntő volt érdekesebb. Lehet, hogy azért, mert mondjuk a Sevillát kevésbé láttam, és jobban tudtam, hogy a Bayern PSG meccs sem mire lehet számítani, de valahol ott mégiscsak érdekesebb csapatok játszottak, meg nyilván az Inter egyébként, hogyha valaki nézte az idei Intert, azért szerintem kimondott, nem mondanám hipster csapatnak, de egyébként lehetne annak is fogalmazni, viszont kimondottan érdekes dolgokat csinálnak, néha Atalanta ihletéssel, de majd erről úgyis fogunk beszélni. Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy érdekesebb volt taktikailag, vagy csak meglepőbb az Európa Liga döntő? Szerintem érdekesebb. Meglepőnek nem feltétlenül mondanám, de például nagyon tetszett nekem a Sevilla játéka, annak ellenére, hogy nem feltétlenül mondanám, hogy nagyon brutálisan kontrollálták volna végig a meccset, de az Inter labdabirtoklását azért szerintem összességében megölték teljesen. Labdabirtoklásban kicsit ilyen Shakhtar beütése volt nekem a csapatnak, tehát nagyon csak a szélektől szélig játszottak, és semmit nem csináltak a pálya tengelyén belül, tehát ott lehet, hogy onnan is merítettek inspirációt, de ugye a Bayern PSG, az pedig ugye mostanában ez a klasszikus döntőkép, ami szokott lenni. Ez az első fél idő igazából elmegy egy ilyen nagyon biztonsági játékban, és azért nagyon sokszor ott is ezt lehetett érezni. Nyilván a Bayern az azért összességében átütő csapat, de PSG egyébként szerintem első fél időben kimondottan jól megfogta őket. Térjünk először rá szerintem az Európa Liga döntőre. Mind a kettőnél ez felvetődik ez a kérdés természetesen, de itt maradva először az EL-nél, szerinted mennyire történt akár mind a két csapattal az a pályán, amit az edző előre megálmodott? Mert ez nyilván lehet már akár 20-25 perc után egy képe az embernek arról, hogy mit is talált ki, vagy mit is gondolt ki az edző erre a meccsre. Szerintem összességében én nem néztem idén sok Sevillát, szóval ezt bevallom őszintén, tehát nekem mindenképp meglepő volt, hogy mit csináltak. Szerintem a Sevilla maximálisan elégedett lehetett, és az is nyilvánvalóan látszott, hogy nagyon jól felkészültek az Interből, olyan szempontból, hogy az Internek a legnagyobb erősségét, ahogy ilyen, hát kicsit úgy fogalmazok ezt, hogy ilyen mintaszerű játék, sokszor tudatos döntés nélküli, van egy ilyen támadásépítési mintájuk, amikor mondjuk nyomás alatt felrúgják Lukakura. És ez a séma, igen. Egy ilyen sémájuk, és azt nagyon szépen megölték, mert gyakorlatilag egyáltalán nem tudták olyan tiszta szitukba felütni, mint ahogy mondjuk egy olasz bajnokin látod egy Inter meccsen, ahol mondjuk az jellemző, hogy úgy pressingelnek az Inter ellen, hogy nincsen szabad embere a középpályán, és ezt a Sevilla nagyon jól megcsinálta. Mutatom is egyébként, csak hogy kicsit vizuálisabb is legyek. Már azt, hogy csinálsz, hogy tedd le nyugodtan a mikrofont, és akkor meg fogom itt az enyémet, és majd ott tartom neked is. Jó. Tehát nagyjából ugye a kék az Inter, és a piros a Sevilla. Amit jól csinált, legalábbis szerintem a Sevilla. Az Inter ugye 3-5-2, 3-1-4-2-ben birtokolta a labdát. Sokszor ugye Barella helyezkedett ebben a területben, és ugye Gagliardini húzódott egy kicsit mélyebbre vissza, hogy itt nagyjából ugye itt duplázni akartak a támadó középpályáson, Banegán, és amit jól csinált ilyen szempontból a Sevilla, hogy ahogy kikerült mondjuk oldalra a labda, teljesen... Milyen fekete a labda, hogyha esetleg valaki. Teljesen bezárták, sokszor a szélső kívülről támadta meg a oldalsó belső védőt gyakorlatilag, és ahogy a támadó középpályás lezárta a most Godinnál van a labda egyébként, hogyha a hallgatóink kedvéért mondom. Az ellentétes oldalra teljesen bezárt a másik szélső, és ami jó volt ebben,
hogy a Sevilla 4 emberrel támadott le, 4 emberre védekezett elől, vagyis meghagyta magának azt a lehetőséget, hogy Fernando szinte mindig itt maradjon a vonalak előtt biztosítani. Tehát soha nem ment ki, soha nem hagyta el a pozícióját. Volt, hogy a másik középpályás, ugye Jordan elhagyta a pozícióját, és ki kellett mennie vagy Barellára pressingelni, vagy Gagliardinire pressingelni, viszont egy ember mindig maradt. Tehát az azt jelentette, hogy bármikor felütötték, ugye sokszor úgy játszik az Inter, hogy a két csatár az rááll a két belső védőre, és próbálják úgy széthúzni előtt az ellenfél védekezését, hogy közepén az teljesen üres legyen. Most csak így, akik nézik, gyakorlatilag felvázolok valamit. Tehát nagyjából a két védő van a közötti területet, akarják. Kiürítik ott a hatos pozíciókat gyakorlatilag. Igen. Az ellenfélnél. Így viszont, hogy Fernando mindig ott maradt, gyakorlatilag bármilyen ilyen mintaszerűen vagy sémaszerűen felütött labdára, volt egy plusz egy ember a Sevillának, és annak ellenére, ha esetleg ki kellett menni a belső védőnek, mindig volt egy szabad ember, aki visszazárt, és nem tudták azt a szokásos mozgást, ugye, amit Martinezzel vagy Sánchezzel Lukaku szokott, hogy ilyen irányváltás, vagy szélességi-mélységi váltás, ami két csatáros játék ellenáll klasszikus, azt nem tudták csinálni, és így gyakorlatilag teljesen megölték az Internek a labda birtoklását ilyen szempontból. Ez nekem nagyon tetszett, és erre igazából az Internek nem volt válasza. Igen, itt esetleg egyébként az nem lehetett volna, nézve nagyjából ezt az ábrát, egy jó megoldás, hogy egy kicsit a szélekre helyezni a játéknak a fókuszát az Inter részéről. Tehát ugye Lukaku nem csak abból erős, vagy nem csak abból jó, hogy a ráföllőtt labdákat megtartja, hanem azért nagyon jól érkezik a kapu elé is, és az Internek több olyan játékosa van, aki nem is feltétlenül csak az alapvonalról, hanem lendületből, futtából esetleg úgy tudja középre játszani a labdát, hogy azzal tud mit kezdeni. Lukaku. A támadó harmadban érdekes módon az Inter nagyon veszélyes volt. Tehát amikor eljutottak oda, amit mondasz, nagyon sokszor ugye D'Ambrosio érkezett a hosszú beadásra, Barella érkezett, vagy még Gagliardin is feljött, és nagyon nagy létszámfölényben voltak. Ott a Sevilla nem tudott mit kezdeni velük, de nem jutottak el sokszor oda, tehát azt csinálta jól, amit mondasz, hogy a szélső kívülről támadták meg a két belső védőt, ugye Godinékat, és nem engedték ki szélre a passzokat. Na most ugye itt jön az Atalanta ihletés, hogy akkor elkezdett Brozovic ugye visszalépkedni. Igen. Rafael Tolojként induljon meg Godin. Igen, Godin feljebb lépett, de mondjuk inkább a másik oldalra csinálták ezt, ahogy Gagliardini visszalépett. Ugye itt Bastoni feljebb jött, Young pedig befelé mozgott, és azra egy picivel jobban meg tudták mozgatni a Sevillának a védekezését, és sokszor ilyenkor az jött ki, hogy ki kellett lépnie ugye Jordannak, Fernando itt maradt középen, és ahogy letámadott itt a Sevilla, sokszor Barella teljesen üresen maradt, bocsánat így, Barella itt teljesen üresen maradt, de kevésszer forgatták ide, tehát ebből a sémából többször el tudták forgatni, vagy többször el tudták egy kicsit mozgatni a Sevillának a védekezését, viszont a szabad embert ebben se találták meg. És ami ugye érdekes volt, tehát ez egyelőre teljesen olyan, mint amit az Atalanta játszik. Csak az Atalantában az a más, hogy ott a középen van mindig egy mélységi beinduló, és ahogy a két csatár ott szélesebben helyezkedik, ha a két belső védő nagyon kihelyezkedik rá, akkor középen van egy mélységi induló. Ez az, ami most nem volt az Internél, mert ugye nem két védekező középpályás és egy támadó középpályással játszottak, hanem ilyen kicsit aszimmetrikus középpályával. Uh-huh. Ez lehetett volna egyébként esetleg Barella, nem? Hogyha ő nem ennyire a szélen játszik, vagy igen, nem ennyire, ugye ennyire ez kitolódva. Ez a Papu Gomez szerepkör, aki itt szabad emberként, vagy ilyen... Hát vagy egyébként, aki mondjuk erre az Inter keretből alkalmas, az Szenzi, nem? Hogyha ő van, akkor... Akár, de maga itt ugye a rendszer szint nem volt meg az. Szerintem Barella is jól megcsinálta volna, mert kimondottan jól helyezkedett itt a vonal között, vagy hát Eriksen. Tehát Eriksen a legegyértelműbb válasz, aki ugye ezt a szerepkört, amikor jött az Interhez most, akkor gyakorlatilag meg is változtatta az Inter a játékát, és nem egy hatossal, hanem két hatossal kezdett el játszani. Mindegy, lényeg a lényeg, nem volt meg ez a középső indulás, és a két belső védő még agresszívebben nyugodtan védekezett a két csatáron, tehát nem volt ebből a dinamikából igazán létszámfölény, amit mondjuk egy Atalantánál ilyen szempontból lehet látni, amikor például Iličić kihúzódik, blablabla. Bla, bla. Azért próbálok összeköttetést találni, mert tényleg a ősz és a tavasz Interhez képest nagyon sok változás van a játék, sokat atalantás, és tisztán atalantás, és a védekezésük is tisztán atalantás. És majd mindjárt felrakom a
hogy a Sevilla egyébként mit próbált meg labdaközöttel, és kérdezni, ott is voltak egyébként érdekes dolgok, hogy hogyan próbálták meg a kicsit megmozgatni az Intert. Térjünk is akkor erre rá, hogy akkor a annyi Sevilla hogyan. Fűznék csak az, mennyivel olcsóban megúszta volna az Inter, hogyha nem rúgja ki annak egy hónap után Gasperinit, és akkor nem kellene másolni az Atalanta játékát, ott lenne helyben. Igen, akkor már pár éve építhetné ezt a rendszert. Egyébként ez itt arról szól, amit mondasz, miközben itt állítgatod még a játékosokat, hogy itt az edzők tanulnak egymástól? Ez folyamatos innováció, vagy egész egyszerűen csak annyi történt, hogy Conte jobban megismerte a játékosait, és látta, hogy ez jobban állna a csapatnak, amit... Hát szerintem biztos, hogy tanul is, mert azért az Atalanta, hát 98 gólt rúgott, jól mondom? Így 98 gólt, azért nem lehet azt mondani, hogy rosszul működött. Tehát tisztán lehetett látni, hogy onnantól kezdve, hogy az Inter is elkezdte ezeket a forgásokat használni, vagy kicsit ilyen ihletést átvenni, egy-két mozgást, sokkal jobban meg tudták mozgatni az olasz típusú védekezéseket, akik sokszor inkább nem terület alapon, hanem néha ellenfél orientáltan védekeznek. Tehát egy ilyen forgással sokkal jobban meg tud mozgatni. Például egy befelé mozgó szélsővédőre lehet, hogy nem lesz reakciójuk, míg a Sevilla erre tök jól reagált ilyen szempontból. Tehát szerintem kell nézni ezeket a tendenciákat, hogy mi az az új, amit át lehet venni. Ugye nem is csak tiszta mozgás szintjén, hogy most akkor ugyanaz a fajta sémát rárakjuk, hanem elvi szinten, hogy ezekből a forgásokból gyakorlatilag védekezési váltási hibát lehet kikényszeríteni. Ugyanezt csinálja egyébként sokszor a Bayern, hogy annyit forognak a széleken, uh-huh. Ugye a gól is abból jött, hogy egy szélsővédő mozgott be, tehát elvileg nem kéne, hogy ott legyen, de maga ugye az elv az engedélyezi, hogy XY olyan pozícióba mozogjon, ami lehet, hogy unorthodox lenne, viszont mégis működik. És szerintem ez a kulcs, hogy egy kicsit ilyen szempontból is újítani, és szerintem egyébként az Inter kimondottan jó csapat, csak ezen a meccsen nem éreztem azt, hogy ebbe bele tudnak nyúlni, nem láttam azt a változtatást. Onnantól kezdve, hogy Eriksen bejött, igazából ott nem volt rendszer szintű változtatás. Most nem azt mondom, hogy ha négy védőre átváltanak, akkor tuti nyerik, tehát nem ez, csak valami plusz flexibilitás. Nagyobb extra kellett volna, igen. Egy olyan alternatíva, amivel egy picit módosít. Azt nem kell megváltoztatni a játékodat, mert ugye ez a klasszikus Guardiola kritika, hogy csak egy játékot tud. Ott se az a lényeg, hogy most A helyett B-t játszon, hanem A helyett A veszőt. És itt is az lett volna a cél, hogy ugyanezt a fajta elvet esetleg más rendszerben, hogy valami reakciója legyen rá. Na nézzük akkor a Sevillát. Ugye, ha a Sevilla úgy 4-3-3-ban hozta ki a labdát, meg birtokolt labdát, viszont 4-2-3-1-ben védekezett, ugye ezt így előtte így gyorsan elmondtam, hogy a kettő az a védekezés szerepköre, hogy egy vonalak közötti területeket biztosítsák, és ugye ahogy az Inter letámad, ők sokszor azt csinálják, hogy a védekező középpályást engedik ki a háromból, tehát nem egy középpályás megy ki, hanem egy védekező középpályás lép ki az ellenfél hatosra, és gyakorlatilag ez a tükör elvérvényesül. Akik nézik, most látják is, hogy gyakorlatilag nem az, hogy egy az egyben megvannak, de maga a tolódás rendszere, ha például ide jön a labda a szélsővédőnek, a szélsővédő tolódik, és az ötös áttolódik. Tehát gyakorlatilag kicsit ilyen tükörelven helyezkedik. Középen egészen ellenfél orientált módon, és amit a Sevilla jól csinált, hogy ők meg aszimmetrikus középpályát raktak fel. Ugye nagyon sokszor az volt, hogy Banega kimozgott ide, egészen a szélsővédő pozíciójába, és a szélsővédő feljebb ment, és ott tartotta D'Ambrosiót mélyebben. Ezzel már egy kicsit Barellát kijebb mozgatták, hogy a középpályán még nagyobb terület legyen, vagy sokszor csináltak olyat, hogy mindhárom középpályás elment egészen egy oldalra, és akkor megint nyitottak egy nagy területet. Tehát itt éreztem azt, hogy ez viszont nagyon brutálisan Atalanta ihletés. Tehát ősszel sokkal területalapúbb védekezést mutatott az Inter, sokkal kevésbé lehetett ilyen könnyen manipulálni a védekezésüket, mint most, mert igazából ahogy három középen is gyakorlatilag egy sávba bemozgott, amit mondjuk nem az, hogy egy ember levédekezne egy passzárnyékkal, de kettő elég lenne. Sokszor mind a három középpályás elment egy adott irányba, és hogy a szélsők visszalépkedtek nagyon itt a félterület összekötő félterületekben, akkor nagyon nagy üres területekben vehették és át. Bocsánat, és és ebből az elvből kezdve sokszor tudtak labdát kihozni, vagy legalább széthúzni egy kicsit az Inter védekezését. Ez nem a helyzet adta, hanem ez egy teljesen tudatosan felépített dolog volt. Én legalábbis annak láttam, igen. Tehát például, ahogy Banega kimozgott mondjuk,
és Barellát kihúzta, teljesen a szélső védő pozíciójába lépett, ugye vissza Banega, kihúzta Barellát, és azzal megint középen területet nyitottak. Maga ez az elv érvényesült nagyjából a támadó harmadban, vagy középső harmadban is. Gyakorlatilag ez, amit a Sáktártól látunk, hogy két szélső, az szinte szélsővédő pozícióba lépked vissza, és igazából a pálya közepét nem is használta egyáltalán a Sevilla, hanem csak a szélektől szélekig. Ez, ha valaki esetleg néz egy pasztérképet, tök jól lehet látni, hogy a pálya közepét, mint hogy el is felejthették volna, csak a széleken járatták a labdát, és ugye itt a visszalépő szélsőknek volt szerepe, amit viszont a Sáktárhoz képest jobban csinált a Sevilla, hogy a 16-oson belülre jobban érkezett, például az első gól. Első gól volt? Ugye az volt a beadás. Ez a, igen, az előre. Ott is nagyon szépen megcsinálták azt, hogy volt egy kimozgó játékos, amivel kimozgatták az oldalsó belső védőjét az Internek. Gyakorlatilag az volt az elv, most ide felrakom a 16-os közelébe az öt védőt, az volt az elv a Sevillánál, hogy ahogy kikerül a szélére a labda, legyen egy gyakorlatilag alákerülő, egy underlap beindulás, amivel ugye Bastonit ki lehet vinni pozícióból, és gyakorlatilag három belső védő maradjon belül, a 16-oson belül, amire az ellentétes oldalon érkeztek hárman vagy ketten, de már maga az volt a cél, hogy két védőt kihozzanak, és egy belső védő nem maradjon bent a 16-oson belül egy beadásra. És nagyon sok ilyen típusú szélső mozgást csináltak, tehát a széleken csináltak akár nem az, hogy 3v3 szitut, de hogy a széleken volt a Sevillának sokszor három játékosa, és nagyon sokszor az ellentétes oldalról is úgy mozogtak el, hogy még egy játékosnak ki kelljen jönni. Pont a gólnál egyébként ugye ez volt, hogy kiment egy oldalsó belső védő, volt egy beindulás még a labdás oldal felé, és ugye Godin előtt így nyílt meg egy óriási terület, ugye a De Vrijt kivitték pozícióból, ott maradt egy nagy hely. És szerintem ez egy nagyon jó elv volt, amit használtak. Nem mondom, hogy nagyon sokszor ült, mert nem feltétlenül ott töltött a Sevilla az ellenfél kapujánál az egész meccset, de maga elvi szinten szerintem tök jól lehetett látni, hogy az öt védőnek a mozgását hogy akarják széthúzni. Sokszor szélsővédő beindulása. A másik, hogy ugye a két oldalon Suso és Ocampos személyében tükörszélsők játszottak gyakorlatilag, tehát hogy az is folyamatosan egy fennálló veszély volt az Inter számára, hogy ők bármikor lőhetnek kapura, hogyha mondjuk annyival beljebb tudnak, vagy annyira találnak egy szöget középen. Igen, az is, és amit még itt most az előző pont a elhadarban mondtam, hogy amit jól csináltak, hogy ahogy mondott, tükörszélső, és a tükörszélsőknek sokszor nem feltétlenül belülről indultak ki, hanem mélységből a szélsővédők. Ez az, ami egy új tendencia egyébként a most európai vagy nemzetközi szinten, hogy a szélsővédők rengeteget indulnak be mélységből, és olyan pozícióba találjuk meg őket, mint mondjuk egy tízes játékost, egy támadó középpályást, és ebből nagyon sokszor ugye mélyre húzták akár Barellát itt a jobb oldalon, ugye ahogy Ocampos befelé tudott akkor cselezni. Igen, és oda kell mindenképpen egy ember, aki esetleg blokkolja a kapu és az Ocampos közötti rész, nem? Tehát, hogy ott nem számíthatnak arra, hogy ott mindenképpen majd beadás következik. Igen, és ugye emiatt, hogyha például egy szélső befelé cselez, és mondjuk egy szélsővédő elvitte a középpályást, sokszor a védekező középnek kellett kilépnie. Ezáltal az Internek a középes védekezését megint egy kicsit széthúzták. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy ebből ugye sokszor az fakad, ha le is megynek beadásig, nem lesz senki, aki a belső védők előtti területet biztosítsa. Most ugye nyilván más kérdés, hogy egyébként Lukaku védekezése azt szerintem eléggé erősen megkérdőjelezhető volt. Nyilván nem azért, mert az ő hibája volt, olyan szempontból, hogy szerintem nem ő találta ki, hogy csak megálljon elő, hanem ezt kérték tőle, és csak a Martinez védekezett vissza, és így igazából itt nagyon szabadon tudott sokszor Sevilla labdát járatni, és azt a fajta Inter védekezést, amit össze lehetett látni, mindenki akkor visszasprintel, és a visszapasszra viszont nagyon aktívan tolódnak fel, azt ilyen szempontból nem lehetett látni, mert gyakorlatilag Lukaku elől megállt, szép szóval mondva legelt. Ezt nagyon szeretem, ezt a szót ott elől. Gyakorlatilag nem volt funkciója, és szerintem ilyen szempontból lehet párhuzamot vonni e között a meccs között, és a PSG meccs között is, ahol ugyanezt láthattuk, hogy volt elől egy játékos, aki igazából nem védekezett, és mennyit számít az, hogy egy játékos, bármilyen extra játékos is legyen, ha nem vesz részt a csapatvédekezésben, azon
teljesen el tud csúszni az egész csapatnak a védekezése. Ezt a bocsánat, csak erre felkaptam a fejem, hogy mondtad most is már ugye, hogy játékosok tízes pozícióba kerülnek be, akár szélső hátvéd helyről. Az előbb ugye Ashley Young kapcsán ugye ezt mutattad, hogy ott jött befelé, aki egyébként ugye a Villában, hát mondjuk most már 8-10 évvel ezelőtt, ugye pont ezen a poszton játszott egyébként még nyilván egészen más játékrendszerben, meg egész, hát azt is mondhatjuk, hogy más futballban még. De a másik dolog meg ugye, hogy Guardiolánál azért ezt már régen megfigyeltük, meg amíg még ugye a négyvédős rendszerben előszeretettel tette be akár a középső középpályásait is szélső hátvédnek, az is valahol már ebből a szándékból indult ki. Szerintem annak a tovább fejlesztett, vagy valami olyasmi verziója. Ugye az, ott igazából az a lényeg, hogy a labdajáratás biztosítva legyen, és ne az történjen, hogy egy szélsővédőt könnyen lepresszingelnek a pálya szélén, hanem ezért hozza mondjuk 10 méterrel beljebb, plusz nyomásállóbbá válik. Letámadásállóbbá. Egyrészt meg jobb passzöge alakul ki a szélső felé, mert hogyha most vizuálisan elképzeljük magunkat teljesen az oldalvonalhoz, most oldalvonalnál egy egyenes felpassz a szélsőnek, az egy halálpassz, tehát azt a legkönnyebb lecsapdázni, viszont egy átlós kifelé passz, az megint egy jobb szöget nyit, tehát Guardiolánál inkább labdajáratás, labdabirtoklás funkciója van, itt meg inkább ellenfél mozgatás funkció, hogy ilyen forgások révén, nehéz egyébként kicsit így elviszinten elmagyarázni, de nagyon sok forgás van, és ezáltal a forgás után gyakorlatilag, ha valaki pozícióban marad, és nem rendeződik vissza a helyére, azáltal sokszor maradhat szabad ember, mert a védők ezt nem mindig tudják időben lereagálni. Tehát maga ez az elv, csak már ez egy továbbfejlesztett verzió, hogy a szélsővédők bátran elindulnak felfelé, hiába most, hogyha esetleg kontraveszély, vagy bármi. Például a Reálnál lehet látni, egyébként kimondottan aktívan ott Ferland Mendy, Marcelo, Carvajal is nagyon bátran feljebb lép, tehát nagyon sok csapat, Thilo Kehrer, PSG, Kimmich, Bayern, a Guardiola kicsit máshogy használja, ott sokszor még azt is lehet látni, hogy egy Kyle Walker például a Real Madrid elleni meccsen bejött a pálya tengelyéig, mint egy védekező középpályás, tehát ott egy kicsit más az elv, de egyébként a párhuzam az maga jó, és szerintem annak egy továbbfejlesztett verziója. Citynél egyébként kevésbé lehet látni, ott inkább talán Zinchenkóval lehetett ezt jobban látni, vagy még amikor ugye Fernandinho játszott szélsővédőt akkor. Fóter. Egyetlen egy kérdés még itt ilyen konklúzióként az Európa Liga döntőhöz. Akkor, amikor egy meccs lényegében egy pontrugással dől el, végeredményben mondhatjuk ezt, akkor szerinted, hogyha most nem kell százalékosan, de úgy nagyjából meghatározni, hogy mennyire beszélhetünk rendszer szintű hibáról, és mennyire koncentrációs pillanatnyi kihagyásról az Internél, ami végül a Sevilla győzelmét eredményezte? Pontrugásoknál ez a koncentrációs hiba dolog, ez nekem mindig nagyon kérdőjeles, mert ez szerintem nagyon nem exakt és nem megragadható. Emiatt én soha nem szeretem ezt használni. Értem a magát a kérdést, hogy mire vonatkozik. Én azt gondolom... Csak nem szereted. Igen, én ezt nem szeretem használni, mert nekem nagyon tehát nem mérhető semmilyen szinten az, hogy most... Igazából... Hány százalékban koncentráltad Odin abban a pillanatban? Igen, tehát hogy mennyire akart koncentrálni. Mennyire gondolkodod az, hogy holnap mit mennyire fog akart elfejelni azt a labdát? Mennyire akart a szívvel lélekkel, csak hogy még jobban mondjam, még jobban kicsit bonyolítsam. Tehát ami egyébként lehetett látni, szerintem itt a Sevilla valamilyen szinten tudatosan játszott arra, hogy a hosszú létszám felényt alakítson ki. Már most az más kérdés, hogy például az Internél azt lehetett látni, ami olasz csapatokra jellemző, pontrugás védekezés. Ha esetleg valakinek van kedve ideje ilyesmire, azt majd érdekesen összehasonlíthat. Például Liverpoolt egy olasz csapat pontrugás védekezéssel. Olasz csapatoknak a szabadrugás védekezésre azon alapszik, hogy minél hamarabb befutni a kapu elé, és igazából zárni a területet, míg például Liverpool az utolsó ütemig kivár, és inkább le sem tartja az ellenfelet, és szinte be se mozog. Tehát nagyon kizökkenti az ellenfelet. De most ugye az Interné, hogyha megnézzük az első gólt például, sokkal hamarabb bemozgott a vonal a rövid oldalon, tehát már a vonal az nem egyenes, ahogy elrúgták a labdát. Innentől kezdve én rendszerhibának mondom, mert legalább 4, vagy 3, vagy 2, itt ha jól emlékszem, 3-an mozdultak be hamarabb, és nem is a röviden, bocsánat, a hosszon, 3-an mozdultak be hamarabb. Emiatt ugye a vonal nem egyenes, tehát rendszerhiba gyakorlatilag, mert amit még Sevilla csinált, hogy lesen tartott egy játékost, és a lesen tartott játékosnak van egy olyan funkciója,
kicsit megosztja a védő figyelmét, és a védőnek van egy tendenciája olyankor, hogy hamarabb beindul, mert látja, hogy lesen van, és hú, basszus, nehogy előttem maradjon, nehogy valaki mögöttem hamarabb beinduljon, effektív onnantól kezdve nincs les, és akkor esetleg engem hibáztatnak, hogy előttem mögöttem valaki, emiatt én korrigálok, és hamarabb befutok, de ez ugye borítja az egész védekezést, és igazából ennek egy hatása lehet az, hogy már most például ezt a két gólt nézzük, meg el volt csúszva kicsit az Internek a védekezése. A második gólnál például ugye nem is tudom, már ki volt ott a belső védő, de felugrani se tudott rendesen, mert ott hosszún jól csinálták ezt a túltelítést a Sevillától, és ott, ami még a Sevillától nagyon tetszett, hogy a második ütembe indult. Tehát ugye az kipattanóból történt a második szabadrugás gól, és gyakorlatilag az Internek nem volt senki, aki ott a második hullámot esetleg zárta volna. Tehát szerintem azért a Sevilla ezzel, hogy a hosszú túltelítette, lesre állt és mélységből érkeztetett játékost, kihasználta azt a fajta lehetőségeket, amit az Inter alapesetben kínál. Tehát én inkább rendszerhiba, csak ugye amiatt szerintem ez nagyobb kérdés, hogy az Inter nem kapott sok gólt idén pontrugásban, nem úgy, mint egy Chelsea, ahol nyilvánvalóan nem koncentrációs hibáról, mert ott annyi gólt kaptak, hogy látjuk, hogy ez a rendszer szinten nem működik. Szerintem inkább ez volt, csak kevés olyan csapat volt, aki ezt úgy igazából ki tudta volna használni. Na majd most Thiago Silvával. Hajjaj. Nem, az jutott csak közben eszembe, miközben mondtad, hogy itt a második hullámból érkező szabadrugás után kipattanónál érkező gólt, hogy ez még olyan rész, amit lehet például egy szabadrugás védekezésénél külön rendszert alkotni rá, hogy ezt miképpen próbálja megoldani egy csapat, vagy itt maximum tényleg alapelveket tudsz felállítani a játékosaidnak, hogy hogyan reagáljanak ilyen helyzetekben. Hát attól függ, hogyha egy adott csapat ezt előre csinálta, akkor tudsz készülni tudatosan, hogy ez lesz a verzió. Most, ha most megint egy kicsit gyorsan elmondom a lényeget, ugye azáltal, hogy az Inter hamarabb beindul, Sevilla késleltetve mélységből indul, lesz távolság köztük. Ami azt jelenti, hogy ha a szabadrugás nem mélyre érkezik, hanem magasabb pozícióra, az Inter védői nem fognak tudni visszafutásból hirtelen előre futni, tehát lesz egy távolság, ami miatt ott azt tudatosan tudod kihasználni, hogy a vonal hamarabb beindul. Most nyilván, ha védekező szempontból nézem, akkor ezt tudom korrigálni, hogy direkt késleltetve indultam a vonalat, hogy ne legyen a támadónak ekkora előnye, vagy ne legyen ekkora különbség kettő között. Szerintem ezt mindig korrigálni kell, tehát hogy vannak olyan variációk, amikre kell tudatosan készülni, és kell akár embert változtatni, mert például van csapat, aki tudatosan arra játszik, hogy mondjuk röviden kialakítson egy mismatchet, egy mondjuk gyengén fejlő játékos ellen, akkor arra neked reagálnod kell, hogy akkor oda raksz valakit, hogy akkor ne csinálják, akkor nyilván más lesz, tehát akkor utána számítanod kell, hogy attól függetlenül lesz egy gyenge fejlőd más helyen, de ezekre kell készülni szerintem, és ezek pont olyan kis apró részletek, hogy mikor indul a vonal, amit rengetegszer kell gyakorolni. Tehát ez nem olyan, amit, hogy fú gyerekek, akkor heten vagyunk bent, és akkor kifejeljük. Tehát, hogy mikor indul a vonal, pontos jelnek kell lennie, hogyan reagálsz lesre, hogyan reagálsz visszablokkra, hogyan reagálsz arra, ha hosszún van egy létszám fölény. Tehát rengeteg olyan kis részlet, amit egyébként kívülről nem biztos, hogy lehet látni. Nagyon részletesen kell megnézni, hogy lásd, hogy XY csapat hogy reagál. Nagyon, néha egy-egy lépés tolódik egy vonal, de az pont elég, hogy lásd, hogy akkor reagált valamit erre. Hát szerintem térjünk át akkor a Bajnokok Ligája döntőre. Itt azért nagyon sok kérdés megfogalmazódott mindjárt a meccs előtt is, azzal kapcsolatban, hogy ugyanott volt egy nagyon-nagyon sima Bayern győzelem még a negyed döntőben, de annak a meccsnek, és aztán utána később a Lyon elleni elődöntőnek is voltak olyan időszakai, amelyek megmutatták, hogy a Bayern esetleg hogyan játszható ki, vagy hogyan oldhatók meg bizonyos feladatok a Paris Saint-Germain számára, hogy maguknak kényelmesebbé tegyék a meccset. Mennyire sikerült ezeket kihasználni, hogyha érted, és sejted, hogy mire próbálok utalni. Mert közben hagyjunk Istvánnak, hogy feltegye a mágnes táblán a játékosokat, és akkor majd segítkezek megint itt a itt mikrofonnal. Csak azért mondom, hogy itt a Lyon elleni mérkőzésnek az első 15 perce egy ilyen eléggé amatőrnek tűnő Bayern védekezéssel indult, aztán utána összeszedték magukat, és nagyjából hasonló volt a helyzet egyébként a Barcelona ellen is, mert ugye most már mindenki arra a 6 gólos különbségre emlékszik, de az első 20 percben azért viszonylag simán megtalálták azokat a réseket a Bayern védelmen a Barca játékosok is, amelyek aztán utána később szintén bezárultak. Hát, hogyha most a védekezésre gondolunk, akkor igazából a PSG-nek szerintem sok
Volt koncepciója, volt elképzelése, gyorsan akkor fel is húzom, csak annyira nem működött igazából jól, vagyis nekem volt hiányérzetem. Most amit a Bayern egyébként nagyon jól csinál, az az, azon kívül, hogy ugye extrém magasra feltolják a vonalukat, amit most így az ember ránéz egy csapatnak a védekezésére, akkor észreveszi nagyon, hogy Bayern gyakorlatilag itt védekezett teljesen a felezőnél, és mindig, tehát vannak olyan pillanatok, amikor indító pozíció van, de most, hogyha én most például direkt figyeltem ezeket, hogy hogy védik ezeket a szituációkat, borzasztó jó testhelyzetben várják ezeket a labdákat, és nagyon jól állítanak lesre. Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk van bal oldalon vagy van az ő bal oldali védekezésükön egy labda, ugye mindenki elfordul abba az irányba, tehát látni fogják, hogy a labdás oldalon kiindul be, és pontosan tartják a vonalat, és abban a pillanatban, hogy van egy késési hiba, tehát van egy indítási ütem, izomból lépnek fel kettőt, és lesre állítanak, és nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, aki egyébként nagyon jó pressinggel kihasználni azt, hogy neked legyen egy szabad ütemed, ráfordulni és beindítani valakit jó pozícióba, hogy kihasználd ezt. Nyilván itt a Barca esetén megmutatkozott, hogy például felfutó szélsővédők ellen annyira nem védekezik jól a Bayern, mondjuk a középső harmadban, de a PSG addig se jutott el sokszor, hogy stabilan megtartsa a labdát a védekező harmadban. Ugye a Bayernnél ami érdekes pressing szempontjából, hogy ők a két támadót, ugye Lewandowski-t és Müllert teljesen hagyják pozícióba, és ők nem pressingelnek, csak megállnak középen. Ugye itt a PSG azzal próbált játszani, hogy egy kicsit ilyen 4-2-2-2-szerűen állt fel, és ide a Paredes-t visszahozta ugye Marquinhos mellé, és Herrera maradt magasabban, és Mbappé vagy Neymar volt az, aki inkább ilyen kötő területbe visszalépett a fél területbe, és kicsit hasonlóan nézett ki a PSG labdakihozatalnál. Most a Bayern, amit jól csinál, hogy kívülről ugyanúgy hasonlóan, ahogy a Sevilla is csinált, kívülről pressingelik le a belső védőket, és abban a pillanatban van kiforgatás, izomból tolódik a szélső védő a szélső védőre, bármilyen magas pozíció is legyen. És labdás oldalon ez szinte remekül működik, mert igazából középen mindenki le van zárva. Most akik látják, ugye látják, hogy vagy akik nézik, azok látják, hogy azáltal, hogy a PSG ilyen 2-2-2-ben tagozódik, de a Bayern is 2-2-2-ben tagozódik, tehát nincs szabad ember, és a szélén akarnak csapdázni, gyakorlatilag odaengedik ki az ívelést. Egyszer vagy kétszer elcsúsztak, és amikor ilyenkor ebből átforog a játék, akkor nagyon mélyre kell visszacsúszniuk, de a PSG annyira nem tudta jól megtartani a labdát a középső harmadban, és amit én nagyon hiányoltam, igazából Di Mariától, Neymartól és Mbappétől a beindulások. Nagyon keveset indultak be, pont az, ami egy ilyen típusú rendszer ellen kell, hogyha egy szélsővédő kimegy agresszívan, mögé kell indulni és szét kell húzni a vonalat, minél agresszívabban is. Ez amit annyira nem lehetett látni most ezen a meccsen, mert Neymar visszalépkedett labdákért, nyilván az működik, láttuk az Atalanta meccset, viszont Mbappétól és Neymartól, vagy Di Mariától sokkal több indulás kellett volna, hogy egy kicsit húzva legyen ez a vonal, mert mindig az a kulcs gyakorlatilag egy ilyen típusú védekezéssel szemben, hogy kellenek ezek a belülről kifelé történő indulások, vagy bármilyen típusú beindulás, egy kicsit jobban megossza a védők figyelmét, de nagyon passzív volt elő a PSG és a támadó harmadban is. Amikor meg beindultak, akkor meg ugye ott volt például a Neymar helyzet, amikor keresztbe indult, vagy lehet Bappé volt, nem is tudom, Bappé ott a Neymarnak talán az volt, igen. És nagyon, tehát igazából a PSG abból veszélyeztetett, hogy amikor Bayern elveszítette a labdát, ugye Mbappé kint állt, és abból próbált rágyorsítani Kimmichre, amit egyébként a Bayern jól védekezett le, mert nem engedte nagyon magasra a szélső védőit, a szokásától eltérően. De igazából a PSG-nek nem volt működőképes, nagyobb helyzetei voltak, de inkább kontra lehetőségből elindult szituk, és nem felállt védekezés elleni pontások, amit mondjuk a kérdésedre visszavezetve akár lehetett látni a Lyon meccsen, vagy a Barca meccsen, hogy egy kicsit a felállt védelem az a nagyon magasra feltolt védekezés mögé indítás,
Barszánál ugye nem volt gond, mert nem volt senki, aki induljon megint. Hát most ott nem Messi, meg Suárez se indult, kicsit meglepően. Mert az, hogy Messi nem indul, ok, de hogy Suárez se, meg senki se, Vidal se. De a PSG se jutott sokszor odáig, hogy nyugodtan járassa a labdát, és egy kicsit megmozgassa így a Bayern védekezését. És igazából a Bayern meg borzasztó jó pressinggel alapesetben. Tehát szerintem én még mindig azt tartom, hogy a Barca talán az egyik legjobban labdát kihozó csapat elvi szinten, meg technikai szinten, mert tényleg borzasztó egy Busquetszet, bármilyen jól is támadsz le, nehéz úgy lepresszingelni, hogy abban ne találjon valamilyen kiutat, vagy Ter Stegen, blablabla, bla. És a Bayern nagyon jól megcsinálta ellenük is, és igazából annyira megfojtanak mindenkit, hogy igazából nem nagyon adnak esélyt bárkinek is arra, hogy nyugodtan labdát járassanak ellenük. Ez volt az oka egyébként, mert nézve a meccset, nekem az jutott eszembe, hogy az, ami például pont a már többször citált Atalanta Paris Saint-Germain meccsen nagyon jól működött Neymarnak, az itt most nagyon nem tudott, tehát hogy nagyon ritkán került olyan szituációba, amiben ő esetleg meg tudta volna csillantani azt, amit tud, és ez nyilvánvalóan egy tudatos döntés vagy készülés eredménye volt a Bayern részéről. Hát egyrészt igen, és lehetett látni, hogy például Mbappét is, hogy be, nem az, hogy duplázták, triplázták. Tehát, hogy ugye ott volt a Kimmich, Thiago, és még visszafutott Gnabry is, és gyakorlatilag hárman vették körbe Mbappét, és az nagyon tetszett a Bayernben, hogy nagyon agresszívan tolódtak szélességben és mélységben. Abban a pillanatban, hogy a PSG megbontotta őket, izomból mindenki futott vissza, tényleg ebben a nagyon szűk védekezésben, amit lehet látni, akár egy... amit lehetett látni, hogy a Barca elleni meccsei nagyon szűken vannak, és a visszapaszt meg egyből támadták utána. Tehát nagyon lehet látni egyébként ezeket a before-after fotókat fizikálisan. Nem vagyok ennek a híve egyébként, de tényleg nagyon sokat hozzátesz, hogy milyen típusú intenzitás és futómennyiség van ebben a pressingben. Nyilván ez az is kell, hogy labdát tarts, mert ha nincs nálad a labda, hiába akkor 20 perc után szerintem esélyed nincs, hogyha izomból akarsz pressingelni. De ezt csinálta nagyon jól a Bayern, hogy ha kibontották őket, nagyon, olyan gyorsan zártak vissza, hogy gyakorlatilag egy Neymart vagy Mbappét bedupláztak, tripláztak, és ugye egy Atalanta meccshez képest, ahol tiszta egy-az-egyek alakultak ki, és Neymarnak volt ideje ráfordulni, és egy-az-egyeket megcsinálni, cselezni, így gyakorlatilag azt találta szembe magát, hogy 2-3-4 ember veszi körbe, de Messinél ugyanez el volt használva, hogy ahogy volt egy bepassz, szélső középpályás, szélső védő, és még volt, hogy Müller is visszajött, hogy ott bezárják, és inkább akkor legyen egy visszapassz, majd azzal kezdenek valamit, de ott belül ne cselezzék ki őket, és szerintem ez az elv nagyon jól lehetett látni most is. Érdekes, amit mondtál itt a szélső védőkkel kapcsolatban, mert a Bayernnek szerintem itt, amikor nagyon megindult a szekér, akkor mindig az egyik legfontosabb dolog az volt, amit kiemeltek velük kapcsolatban, ugye Davis, vagy éppen itt most Kimmich szerepét, hogy elképesztő támogatást tudtak adni a támadásokhoz ezek a játékosok. Mennyire szólt a döntőnek, mennyire a Paris Saint-Germainnek, vagy a Paris Saint-Germain játékosainak az, hogy ezúttal pont azért volt szerintem kevésbé látványos a Bayern támadójátéka, mert nem kapták meg ezt a támogatást szélről, amit korábban. Majd ehhez lesz még egy ilyen félokkult kérdésem, de majd csak, hogyha kifejtetted a választ. Hát, nem volt annyira átütő a Bayern, és ez elég magasan részben emiatt is volt, ezt én is egyetértek vele, de azt azért lehetett látni, ugye a PSG az kékben így védekezett 4-3-3-ban, Liverpoolt másolva gyakorlatilag. A Liverpooltól ez a szélesen tartott szélső kívülről belülre támadva, ez egy tök jó megoldás arra, hogy a védekezni kevésbé szerető szélsőknek egy aktív védekező szerepet adjál, úgy is, hogy tehát a rendszer szinten hozzátesznek, és viszont magasan maradnak. Ugye, ha például visszaemlékszünk a belga-brazil meccs, ugye? Ott volt ez, amikor belgáknál ugyanez a 4-3-3, három támadó felé szétkontrázták a brazilokat, és olyan jó pozíciókban maradnak ilyenkor a szélsők, hogyha a szélsővédő elmegy, akkor az nyilván eznél nagyon könnyű azt mondani, hogy szélsővédő nem mehet el, viszont a PSG olyan gyorsan megy át alapból védekezésbe támadásba. Most volt például Paredesnek egy olyan passza, oda pattant, és izomból ütötte Mbappét, de ilyen szinte lehetetlen technikai kivitelezése. Tehát
nagyon kockázatos lett volna, hogyha a szélsővédők magasra mennek. Ezáltal ugye a Bayernnek a támadó átütő ereje azért annyira nem volt magas, mert hát a szélsővédők sokkal képest, mélyebben kellett, láttunk, hogy játszanak emiatt. Igen, amit láttunk a Barca ellen, vagy amit láttunk a Lyon ellen, az, ha valaki azt várta és arra számított, hogy majd ugyanígy hengerelni fognak, az azért nem volt meg. Igen, hát ugye normál esetben a Bayernnél nagyjából ugye Davis és Kimmich sokszor egészen ilyen magasra feltolná magát, és mondjuk akkor visszalépkedt Thiago, és ugye Goretzka, akkor sokszor ilyen 3-1-6-ot alakítanak ki. Most ezt nem csinálták meg, hanem a két szélsővédőt mélyebben tartották. Thiago maradt középen, mert ugye Neymar védekezett, és de most ami elvi szinten átvették a szélsők védekezését a Liverpooltól, azt nem vették át Neymartól, mert az a rendszer a Liverpoolnál azért működik, mert Firmino extra védekező munkát csinál középen, Neymar meg megállt itt elől gyakorlatilag, és innentől kezdve Thiago és Goretzka az egészen szabadon tudta átvenni, mert abban a pillanatban, ha mondjuk ugye Neymar megállt elől, két belső védő között, valahol ott néha próbált pressingelni, de nem volt az, hogy középen zárja a területet, mert ha te szélesen védekezteted a szélsődet, az mindig belfelé fog nyitni területet, emiatt a csatának kell befelé zárni. Na most, ha a csatár nem védekezik, akkor közepe üresen marad. És akkor nézzük meg, hogy mi előzte meg ugye a Bayern gólját annál a Thiago indításnál. Igen, és ugye abban a pillanatban, ha mondjuk egy középpályásra kilép a PSG-ből egy középpályás, ugye a Bayern annyit csinált jól, hogy ide, hogy a szélső és a középpályás közé mozgatta vissza gyakorlatilag sokszor Komant és Gnabryt vagy Müllert, és ezekből próbáltak ugye építkezni, hogy ha esetleg ugye a középpályás feljebb lép Thiagóra. Most sokszor azt csinálta a PSG, neki ne a két nyolcasnak kelljen kilépnie, akkor már Marquinhos lépett ki, viszont a két középpályásnak akkor ugyanúgy be kell szűkíteni a mögötte, és ugye ez volt a gól. Ebben a pillanatban Gnabry kint maradt szélen a gól előtt, és gyakorlatilag innen volt a felpassz. Ugye itt Marquinhos kilépett, mögötte kettőnek össze kell szűkíteni, és azáltal, hogy Gnabry kint maradt szélen, Kimmich észlelte, hogy itt középen van egy nagy terület, ugye a fél területben a szélső és a belső középpályás között, és bemozgott ide. Ez maga az elv, hogy igazából ez a fajta helyezkedés, hogy Gnabry kint van a szélen, Kimmich bemozog, és Müller itt van, az elvi szinten ugyanaz, mint hogyha itt lenne, szélen lenne Kimmich, és Gnabry itt. Tehát elvi szinten ugyanaz, és csak megadja a flexibilitást, hogy ha te látsz egy olyan területet, amit elvi szinten be kell tölteni, bemozoghatsz oda. És ugye Mbappé ezt egyáltalán nem reagálta le, a középpályások szűken voltak, és itt jött a felpassz, gyakorlatilag ugye itt valahol azt hiszem itt volt talán Goretzka középen, hogy ebből jött a felpassz és a ráfordulás Kimmichtől, és onnantól kezdve ugye megbontották a középpályás védekezését a PSG-nek. Most az átütő erő ott hiányzott a Bayernnél, hogy sokszor ott voltak az ellenfél tér felén, viszont mivel a szélsővédők nem mertek nagyon magasra menni, a PSG-nek ez a 4-3-as védekezése, a három támadó ugye elől maradt, nagyon jól lezárta őket. Tehát a Bayern igazából beadásokból tudott veszélyeztetni, azt kimondottan jól csinálták, hogy mindig a hosszú felé, ugye Lewandowski is mindig a hosszú kapufa felé megy, azzal behúzza a szélsővédőt, és a gól is ebből volt. Szélsővédőt behúzta, hosszún üresen érkezett az ember, viszont a támadó harmadban már annyira nem tudták megmozgatni őket, mert ott kell az a plusz mélység vagy szélesség, amit egy szélsővédő ad, de nem húzták nagyon magasra értelemszerűen a Bayern, mert tényleg lehetett látni, hogy ahogy megszerezte a PSG a labdát, és Mbappé esetleg induló pozícióba kerül, akkor azért inkább egy Kimmich védekezzen rajta, nem egy Boateng, akinek belülről kifelé kellene futnia. És gyakorlatilag ez határozta meg a meccs képét. Itt a Bayern szerintem kimondottan jól csinálta az építkezést, de főleg amiatt, mert Thiagót szabadon hagyták, és ugye itt Goretzka az, akinek van egy ilyen plusz szerepe, hogy mindig ilyen még plusz embernek, ötödiknek bemenjen a vonalak közé, és ezt a fajta elvet jól csinálta a Bayern, hogy itt a szélső és a belső középpályás között gyakorlatilag mindig volt valaki, aki ugye megakadályozta, mert egy ilyen kiforgatásnál például lehetséges verzió az, hogyha szélsővédő ezt kiforgatják, hogy vagy az ellenfél szélsővédője megy, tolódik ki. Ez volt az egyetlen működő PSG letámadási séma, amikor a Kehrer kiment és letámadta Davist. De ugye azáltal, hogy ilyenkor azt csinálták, hogy Lewandowski kimozgott a Kehrer és a Thiago Silva közötti területbe, ott tartotta mind a kettőt, és a szélekre nem engedte kitolódni. És hogyha a
középpályás kiment esetleg Tiágóra, akkor itt a szélső terület az teljesen üresen maradt, emiatt sokszor középpályás nem ment ki, és Tiágó szabadon tudott fordulni. Tehát egy nagyon szép szélső létszám felén csinált a Bayern. Ez szerintem kimondottan így a meccsnek is szólt, mert azért eddig nem volt rájuk jellemző, hogy ennyire nem az, hogy biztonsági focit játszanak, de hogy ugye a szélsővédőket nem engedik olyan brutálisan magasra, de itt szerintem teljesen racionális volt így visszanézve még egyszer a meccset. Nem tudom, mennyit láttad a Bayernt még ugye az edzőváltást megelőzően, ugye Flickkel kapcsolatban ugye legtöbben elsősorban ugye ezt a nagyon intenzív letámadást emlegetik, mint ami fontos fegyvere lett a Bayernnek, amiben előre tudott lépni. Nyilván az, hogy a szélsők mennyire mennek fel, az sem feltétlenül egy olyan dolog, ami a modern fociban bárkinek már ilyen nagyon nagy meglepetést jelentene. De ugye egyáltalán az rábírni arra, amit említettél például, hogy mennyire azonnal zárnak vissza például a labdavesztés után a játékosok védekezéshez, vagy hogy mennyire intenzíven izomból támadnak le. Nyilván ebben is vannak azért olyan faktorok, amikor egy edzővel már, hogy megromlik a kapcsolat, hát a játékos is nehezebben veszi rá magát. Akár ebben elég lehet annyi, hogy tényleg egy 10 másodperccel később kapcsol és reagál, és már kevésbé hajlandó bevállalni bizonyos munkákat. Szóval melyik részére tennéd inkább az előrelépésnek az okait Flicknél? Az, hogy erre mondtam azt, hogy az okkult része ez lesz a kérdésnek, hogy egyszerűen jobb kapcsolatot ápol a csapattal, vagy itt van több olyan rendszer szintű dolog is, ami alapjaiban más, mint volt Kovács. Hát vagy amit itt az előbb mondtál is rá, hogy annyira begyakoroltak a sémák, hogy kevésbé kell gondolkodni, vagy improvizálni egy játékosnak, és attól van pont az a 10 másodpercnyi előrelépés, vagy sietség a korábbihoz képest, nem? Szerintem a letámadás az, amit mondható sematikusnak jobban, amit mondasz, a kevésbé gondolkodós, ott azért jobban, gyorsabban lehet kapcsolni. Pozíciós játékuk szerintem annyira komplex, hogy nekem is nagyon sokszor kell megnézzem, hogy megértsem. Nekem pont benne vagyok egy ilyen csoportban, amiben benne van René Márics is. Uh-huh. Ugye ő most már a Gladbachnál dolgozik, és ő írta be egyszer, hogy a Flick-féle Bayern az elmúlt 10 év egyik legjobb csapata, mondom. Majd bocsánat, csak a frissebb hallgatóink kedvéért mondjuk, hogy René Márics egyrészt korábban ugye Salzburgban dolgozott az utánpótlás csapattal, utánpótlás BL-t is nyertek. Utánpótlás BL-t nyertek, ugye utána... És csak hogy a kapcsolat, hogy miért ápol veletek is mondjuk jobb kapcsolatot, ugye ő kvázi bloggerként kezdte a pályafutását. Igen, és Spielferlagerünk reklámhelye, Spielferlagerünk blogtól. Reklám, anyukám! És ő írta be, hogy extra Bayern. Na jó, mondom, akkor neki elhiszem, akkor megnézem. És az elején mondom, fú, ez nagyon káosz. És onnantól egy idő után megtaláltam a kulcsot, hogy mi az, ami mozgatja a rendszert, és ez brutálisan jó ez a támadó játékuk. Nagyon nehéz megérteni, meg nagyon összetett, és tényleg nagyon sok forgás, meg mozgás van benne, ami így elsőre azt mondaná az ember, hogy káosz, de annyira jól csinálják ezeknek az elvi szintű pozíció betöltéseknek tehát magát, ezt az elvet annyira jól alkalmazzák, hogy hiába van egy ilyen bizonytalanság támadó részről, hogy na most te se fogod tudni, hogy itt leszel, vagy ott leszel, de ez még nagyobb bizonytalanság a védő részről, mert nem fogom tudni én, hogy most belülről fognak támadni, vagy kívülről fognak támadni. Elém mozognak, vagy mögém mozognak, vagy ide kell nézzek, vagy oda kell nézzek. Annyira sok ilyen mozgás van benne, hogy egyébként visszatérve a kérdésre, szerintem teljesen egyértelműen lehet látni az edzői elképzelést, és hogy mennyit számít. Tehát sokszor szokták mondani, hogy az edző szerepe megkérdőjelezhető. Ugye itthon szokták mondani ezt nagyon, hogy ide jöhetne Mourinho is, meg nem tudom micsoda. Én erre mindig csak hülyeség, azt... amit ki lehet jelenteni. Ez a boldári baromság, mert erre tényleg nem tudom szebben fogalmazni. Hát, ha valaki nézi ezt a Bayernt, csak hogy a legaktuálisabb legyek, de ugyanez amikor Chelsea akkor annó összeállt ugye Abramovich éra idején, vagy utána. Miért van az, hogy egy Chelsea rossz, utána meg hirtelen jó. Ugyanaz a keret. Ez egy ugyanaz a keretű Bayern. Hogy van az, hogy semmilyen csapatból lett egy brutálisan domináns csapat. De nem attól függ, hogy most az edző jobban van a játékosokkal, és én akkor jobban akarok értet tenni, hanem itt tényleg látszik az elképzelés, a taktika, és szerintem nem csak a taktika, hanem amit például Zidane-féle Reálnál el lehet mondani, hogy az a sok kicsi komponens, ami hozzátesz, a profi háttérstáb munka, hogy ezek a játékosok azért lehet látni, hogy néznek ki fizikálisan. Azért Goretzka például. Sok pluszt hozzátesz, és ez nekem inkább azt mutatja, hogy a Bayernnél minden kis részterület nagyon profin működik. Tehát inkább azt olvasom ebből ki, hogy
valószínűleg nagyon jó erőnléti munkát végeznek, nyilván jó taktikai munkát végeznek, nyilván jó stratégiai munka, blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy sok komponens nagyon jól összeállt, és van egy olyan emberük, Flick révén, aki össze is tartja ezt az egészet, nagyon meg is követeli, lehet látni a pálya szélén, hogy irányítja a csapatot, meg lehet látni a koncepciót, és az a koncepció az nagyon jól működik. De bocsánat, ebben az a baromi érdekes, hogy itt van egy ilyen ember, aki látjuk, hogy egy milyen gépezetet tudott összerakni, és milyen sikereket tudott pillanatok alatt gyakorlatilag elérhetővé tenni ugye a Bayern München számára. Ez az ember 10 éven keresztül ugye a háttérben mozgott a német válogatottnál, volt már az edzőstábon. Tehát, hogy is, igen, pontosan tudta, hogy ismerte a működő struktúrás, nem ez volt a kulcs? Részben, igen, de a másik meg, hogy akkor arról is lehet, hogy érdemes beszélni egy kicsit, látva a Bayernnek az idei sikerét, hogy akkor Joachim Löw lehet, hogy nem a mojóját veszítette el, hanem az egyik legfontosabb emberét a stábjában, nem Flickkel? Szerintem igen, meg valószínűleg egyébként ott nagyon sok, tehát volt ideje nyilván összerakni egy olyan játékmodellt, ami működik is ennél a csapatnál, meg nekem tényleg azt tetszik, hogy még 80 plusz percben is, ahogy mutatja, hogy le kell támadni, pressingelni kell, a Bayern az végig letámadta gyakorlatilag a PSG-t. Tehát nem volt olyan pillanat, amikor az lett volna, és nekem ezt tetszik bennük nagyon, hogy van egy határozott elképzelés, és ez nagyon kevés csapatról mondható el, hogy minden szituációban azt fogja, vagy azt akarja csinálni, amit elképzelt. Tehát például most én szeretem a Guardiola focit, de azért tudok itt párhuzamot vonni, mert az ő csapatánál lehet látni azt, hogy az a csapat minden esetben, minden csapat ellen fogjuk tudni, hogy mit fog csinálni, és kevés ilyen csapat van. Most például a Barca az elmúlt években azért eléggé, tehát jó, nagyjából tudod, de hogy mit szeretnének, de nagyon sokszor nem csinálják meg. De nagyon kevés ilyen csapat van, akitől pontosan tudod, hogy nagyon domináns játékot akar játszani, és ezt tehát 0-tól 90 percig megcsinálja, és teljesen mindegy, hogy milyen típusú csapat legyen az ellenfél, nem fognak hozzá alkalmazkodni, és ez szerintem nagyon kevés, és nagyon jó, hogy végre vannak olyan csapatok, akik sikeresek az, hogy dominánsak, mert az elmúlt években nem ez volt a tendencia, hogy a dominálni akaró csapat sikeres volt, és én ennek sokkal jobban örülök, mert szerintem ez sokkal jobb nézni, mint mondjuk egy bekelő csapatot, aki mondjuk kihúzza és úgy nyer. Abban is megvan a szépség, nem mondom, mert azt is nehéz jól csinálni, csak örülnék, hogyha az általános gondolkodás inkább az ilyen típusú futball felé mozgolódna el, vagy hogy ez lenne a jellemző. Kicsit talán már a jövőben is mutatok erős, és tudom, hogy nem szereted az ilyeneket annyira, mert ez egyszerűsíteni fog egy kicsit, de talán mégis érvényes a felvetés, hogy mondtad, hogy még számodra is sokszor nehezen volt összerakható az a káosz, ami sokszor kialakul a Bayernnél a pályán, és hogy ebben mégiscsak megvan a rendszer. Ennek a rendszernek a fő elemét nem úgy hívják, hogy Thiago? Is. Szerintem. Én pont a meccs után fogalmaztam meg, hogy szerintem Barca szempontjából, ha most elengedik Messit nyilván utána, az egyik legrosszabb biznisz, amit az elmúlt x évben csináltak. Nyilván nagyon sokat számít, viszont hát, hogy is fogalmazzak. Ugye mindig kulcs egy ilyen típusú rendszernél, hogy középről hogy mozgatod ki, és legyen egy olyan középpályás, itt gyakorlatilag azon alapszik a rendszer, hogy a szélső védők magasan játszanak, itt mindig a középpályás kell, hogy a belső védőkhöz csatlakozzon, aki forgatja, vagy segíti a labdajáratást. Neki nagyon extra, meg nagyon fontos szerepe van. Én pont néztem a Bayern-t ugye most itt a karantén után, amikor még Thiago nem volt hadrafogható, azért egészen, tehát más megoldások jönnek. Nem rendszer szinten ugyanazt fogják csinálni, de csak nyilván más típusú megoldások jönnek. A belső védőknek sokkal nagyobb hangsúlya van akkor, amikor nincsen Thiago. Nyilván kulcs egy ilyen, de szerintem rendszer szinten annyira jól működik ez a csapat, hogy nem feltétlenül tudnék egy embert kiemelni, mert Lewandowski-nak a mozgásai nagyon sokat, nem csak a góljai, a mozgásai nagyon sokat tesznek hozzá, Gnabry-nak a mozgása, tényleg végigsorolhatnám a csapatot. Én inkább azt vonom le ebből következtetésnek, hogy a jövőt azt fogja meghatározni, hogy ilyen flexibilis támadójáték, ami... Bocsánat, hogyha kiesik Thiago ebből a rendszerből, akkor nem omlik össze semmiképpen, azt mondod. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy most rossz csapat lesz a Bayern, de hogy ugyanennyire jó tud lenni nélküle is?
Attól függ, hogy ki lesz helyette. Tehát nyilván az is. De van olyan, hogy ki mik volt ugye a B verzió itt most a tavaszi újraindulás. De azért más, nagyon más fajta futballt kínál, hogy igen. Így van. Tehát lesz egy más típus, de rendszer az ugyanaz lesz, ami kicsit másféle megoldásokat hozhat. Mondjuk amikor Kimik játszott, akkor Goreckának sokkal többet kellett visszalépni, többet léptek vissza. Most amikor Thiago van, akkor Goreckának nem kell visszalépni, mert tudja, hogy Thiago nem fog labdát veszíteni. Most ugye van az a tipikus mozgása, amikor maga mögé néz, és maga elé beveszi egy testcsellel a labdát. Tényleg olyan annyira press-rezisztens játékos, nagyon szép szóval élve, hogy a másik középpályásnak ilyen szempontból van egy más picivel támadó funkciója lehet. Most ha van egy másik játékos, akkor ott ez lehet, hogy változik, de a rendszer szerintem nem fog változni, vagyis remélem, mert én nagyon élveztem, meg nagyon élvezem őket nézni, mert szerintem nagyon jó futballt játszanak. És akkor mindezt elmondva, akár a Bayern, akár Hansi Flickkel kapcsolatban, erről is sokat lehetett olvasni, vagy hát emlegették magát a tény sokat itt az utóbbi hetekben. Nem véletlen volt, hogy a három német edző a Bajnokok Ligája elődöntőjében, Spielfeldlagerünk és a többi, szóval azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy aki edző akar lenni, és jó munkát akar végezni, és modern elveket akar elsajátítani, akkor Németországra kell figyelni a jelen pillanatban. Hát, vagyis ugye az egyrészt igen, meg azt lehet látni, hogy a német edzők mennyire ilyen rugalmasak taktikailag. Nyitottak, rugalmasak, és hajlandók meccs közben változtatni. Most például egy Bayernnél nem kellett nagyon sokat, mert annyira jól működött, hogy nem kellett, de például a Lipcsinél lehetett látni, hogy nagyon sokat változott. Jó, mondjuk Nagelsmann ilyen szempontból egyébként is talán külön kasztot képvisel. Extrém, igen. De PSG például, én néztem a játékokat egészen januártól kezdve, és totál más játszottak ahhoz képest, mint ami ugye a koronavírus előtti időszakot illeti, mert ott is rájött, hogy azt a fajta játékot, amit ott működik, azt kicsit meg kell reformálni. Emiatt játszott Neymar középen, nem használt a szélen. Három középpályást játszatott, nem kettőt, mint ahogy a bajnokságban. Tehát látszik, hogy tehát jobban kell alkalmazkodni, nyilván az elveket megtartva, de jobban kell tudni meccselni, úgymond csúnyán fogalmazva. Azért kevés olyan csapat van még mindig, aki ezeket nagyon bátran felvállalja. De nekem azt tetszik tényleg a német fociban is, aki néz német meccseket, azért ott tényleg lehet látni, hogy egy magasabb és kifinomultabb taktikai érettségű játékosok, meg taktikai intelligenciával rendelkező játékosokat képeznek. A maguk a német edzők meg szerintem nagyon nyitottan gondolkoznak, és sokkal bátrabban változtatják a csapatnak a struktúráját is akár, mint más típusú edzők. Van egy ilyen tendencia szerintem, de nem sok edzőről mondható mondjuk ez el. Tehát globálisan nem feltétlenül vetíteném ki, hogy most a német edzők azok azért, mert most van egy ilyen kis minta, de az látszik, hogy a kiemelkedő német edzőkre ez jellemző, inkább így fogalmaznék, akik ott nagyon kiemelkednek, jellemzőbb, mint mondjuk egy például az olaszokra, Conte, vagy Gasperini, akik igazából ugyanazt csinálták. Nem mondom, hogy rossz, csak valami kisebb flexibilitás van bennük. Tehát... Hát ők sokkal inkább valami fajta jól meghatározható iskola mentén gondolkoznak, még mindig én azt gondolom. Míg a németeknél meg pont ezt az óriási előnyt említetted, hogy ők egy sokkal szélesebb spektrumon gondolkoznak, és cselekszenek is akár itt a meccsek közbeni, vagy akár a meccsek előtti változtatásokat nézve. Hát ez szerintem szemléletmód. Tehát, hogy látod a játékot, hogy látod át a játéknak a rendszerét. Azért olasz csapatoknak tényleg lehet látni ezt a... hát csúnyán fogok fogalmazni, de ugye mostanában van egy ilyen jellemző tendencia, hogy a játékot megpróbálják redukálni, leegyszerűsíteni, a komplexitását elvenni, de én hiszem azt, hogy ami komplex, azt nem tudod egyszerűen nem komplexé tenni. Tehát, hogy hiába akarod leegyszerűsíteni, hogy igazából ami mondjuk esetleg egy olasz gondolkodásból fakad, vagy jellemző lehet az olasz csapatokra, hogy ők egy-egyekre akarják lebontani, és nagyon ez a tükörelv, amit itt próbáltam magyarázni, érvényesül. Ez gyakorlatilag egy kicsit ilyen leredukáló gondolkodásmód, hogy a játékosnak egyszerűbb legyen, de nem feltétlenül célra vezető hosszú távon, mert amit mondom, hogy komplex, nem szeretem leegyszerűsíteni, nem tudom, ha valami nem az, akkor nem próbálom meg, és ez kicsit idegesít egyébként ebben mostanában, mert nagyon én is járok, vagy voltam továbbképzéseken, amikor mondják, hogy tényleg nagyon le kell redukálni, nagyon minimális infót kell adni, és ezzel nem értek egyet, mert
nekem muszáj olyan infót átadni, vagy úgy szemlélni a játékot, hogy az egy komplex egész. Nagyon sok minden összefügg egymással, és nem lehet nagyon leegyszerűsíteni. Szerintem nekem ez a, ha most magamra vetítem, ez a Spielferlagerungos gondolkodásmódból jön, vagy amit igazából ott indult el nálam. És ugye mivel azt németek írják, ezért szerintem ott a német képzésben ez szerintem jobban megvan, hogy a játék dinamikájának az értelmezése az egy komplexebb módon zajlik, mint mondjuk egy olasz, most csak össze akarom hasonlítani. Nekem nincsen direkt rálátásom erre, hogy az olaszok hogy gondolkodnak, csak a futballjukból indulok ki, és azért mondom, tehát most esetleg megvádolnának azzal, hogy ez nagyon szubjektív vélemény, jogos egyébként az, de erre alapozva mondom, és szerintem ez a kulcs. Legalábbis én ezt ott azoktól a srácoktól, akikkel én is beszélek, ezeken ott rajtuk nagyon látom. Hát szerintem megint nagyszerű volt. Igen. Nagyon szépen köszönjük, és már biztos vissza fogom nézni az adást, mert nem mindent értettem meg elsőre, vagy legalábbis annyira, amennyire szerettem volna, vagy ha gondoljátok, akkor ti is tegyétek ezt meg. Igen, azt itt hagy hívjuk fel tényleg mindenkinek a figyelmét arra, aki esetleg eddig csak hallgatta volna ugye a podcastjénket, hogy a YouTube csatornámon fent vannak a videók. Most ez valószínűleg azért egy pár napot késni fog, mert itt picit többet kell foglalkozni majd az utóbbi munkával, hogy láthatóbbá tudjuk tenni majd Istinek a tábláját, de azt hiszem, hogy érdemes lesz az alapján, amit hallottunk, meg láttunk itt élőben. Egész biztos, és szerintem egyébként, hogyha valaki vizuális típus, azért magáé tudta képzelni nagyjából az alapján, ahogy mondtad, hogy mi is történt, és ez nagyszerű ötlet volt ez a mágnes tábla. Köszönjük szépen, meg azt is, hogy eljöttél, és remélem, hogy tudunk ebből tényleg most már olyan hagyományt csinálni itt a harmadik év után, hogy majd a 2021-es Bajnokok Ligája döntő kapcsán is. Igazából azon majd a kérésünk, hogy hosszú távon, hogyha majd amikor mondjuk a Real Madrid vagy a Barcelona mellett dolgozol, hogy szakíts majd egy kis időt, majd így a BL döntők után. Így legyen, de igen, most már a harmadik után ez most már tényleg hagyomány. Tehát én is azért próbáltam, így éreztem egy kis belső nyomás, hogy mondom, már kétszer én voltam, most akkor ezt most már tartsuk. Igen, tehát ezt legalább 2030-ig szeretnénk megtartani. Ez a minimum. Köszönjük szépen István, hogy eljöttél hozzánk, és azt is köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!